Sziasztok! A következő hetekben szabadtéri sütőgetésekkel fogunk foglalkozni, úgyhogy most megmutatjuk, hogyan gyújtsunk tüzet. Nomád körülmények között fogunk ma egy tűzrakó helyet megépíteni. A leglényegesebb dolog ugye az, hogy ugye a tűzterjedését meg tudjuk akadályozni. Hogyha például mondjuk nagyon erős szél van, akkor le is kísérletezzünk vele. Ugye szerencsés helyzetben vagyunk, van téglánk, és ha nincs semmilyen építőanyag, vagy kő, vagy amivel ezt körbe lehetne rakni? Ha nincs semmi, akkor ugyanilyen kis peremet kell földből csinálni, és akkor abban meg tudjuk gyújtani a tüzet, és az is megakadályozza, hogy elterjedjen. A tűzgyújtásnak azért vannak alapvető szabályai, amit fontos betartani. Az interneten napra készen meg vannak adva azok a helyek, ahol tűzgyújtási tilalom van. Általában ugye ezek elhúzódó szárazságok idején szoktak elrendelve lenni. Tűzrakási tilalom idején nem szabad ezt a fajta sütési módot űzni. Attól függetlenül, hogy van-e kijelölt tűzrakóhely. Hát a tűzgyújtáshoz ugye alapvetőleg jó száraz fa kell. Hát itt találtunk ilyen száraz, lehullott ágakat. Én alulra tennék egy-két vastagabbat, arra teszünk egy kis papírt, és a vékony ágakból ráhalmozom a többit. Most első osztályú a tűz, most egy parázságyat képezünk. Igen, tehát megkövessük el azt a hibát, hogy meggyújtottuk a tüzet, és egyből nekiállunk sütni. Mert ez igazániból nem alkalmas a sütésre, majd ha parázs lesz. Egy nagyon fontos dolog, teljesen fölösleges mindenféle ilyen olajat, különböző gyújtóanyagokat hozni magunkkal, jó minőségű szárazfa, egy jó újságpapír, ami száraz, gyufa, és simán meg lehet gyújtani a tüzet. A sütés befejeztével fontos a tüzet teljesen leégetni, eloltani, és ha van rá lehetőség, akkor földdel még betakarni.